A mai nap az új pörgetjükről, más néven a fidget spinnerekről lesz szó a mai vlogban. Egy picit mélyrehatóbban fogjuk ezeket vizsgálni. Na most ne gondoljatok semmiféle hókusz-pókuszra, nem fogom őket szétszedni, meg annyira nem megyek be a fizikai dolgaiba, hogy hogy működnek, meg mind működnek, egyébként tök egyszerű, de előbb elmegyünk pólót csináltatni. Egyelőre ezzel is megvolnánk. Akkor lássuk a fidget spinnereket, az új pörgetjüket, ha úgy tetszik. Igazából sokféle nevük nincsen, nem tudom ennek a magyar megfelelője, de szerintem itt Magyarországon is fidget spinnereknek nevezik őket. Most a 2017-es év főszereplője a fidget spinner. Sokak véleménye megosztik ezzel a játékszerrel, vagy nem is tudom minek hívjuk. Van, aki jó ötletnek tartja, van, aki teljesen rossz dolognak tartja, és néhány iskolában is ki van tiltva, ugyanis a gyerkőcök előszeretettel pörgetgetik az iskolákban. Azt mondják az okosok, nem a brit tudósokra gondolok most éppen, de lehet, hogy a brit tudósok is kimutatták már, vagy ha még nem, akkor biztosan ki fogják mutatni valamikor a közeljövőben. Elméletileg ennek a kis játéknak stresszoldó hatása van. Ezt nem tudom sem megerősíteni, sem pedig cáfolni. Azért, mert most per pillanat nem vagyok stresszbe. De megígérem nektek, hogyha legközelebb stressz helyzetbe kerülök, akkor ha lesz időm, akkor előkapom a kamerát és levideózom magamat, miközben pörgetem és beszámolok a tulajdonságáról, hogy megszűnt a stressz vagy nem. Az ötlet Catherine Hettinger fejéből pattant ki. Catherine egy kémikus mérnök talán, inkább ez a titulus jobban élik rá, volt, egy amerikai hölgyről van szó. Nem vagyok stresszes, de tök jó érzés mindig pörget, miközben beszélek. Az ötlet akkor pattant ki a fejéből, amikor Izrael utcáin sétálva látta a gyerkőcöket dobálni a rendőröket. Na most azt ne kérdezzétek, hogy mi volt a szituáció, meg hogy miért sétált ott, ahol a rendőröket dobálják a kisgyerekek, de a lényege az volt neki, hogy elkezdett kutakodni az agya, elkezdett azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne egy olyan játékot létrehozni, amit a gyerekek kezébe adva valamilyen úton, módon levezeti a stresszt. És így jutott el ehhez a fidget spinner elnevezésű játékhoz, ami lényegében teljesen másképp nézett ki, mint ahogy ma ismerjük, tehát mint ahogy kinéznek most ezek a spinnerek. Ez a játékszer már az 1990-es évek óta létezik, természetesen nem ebben a formában, mint ahogy most ismerjük, hanem egy, hát mit mondjak, eléggé gagyi kinézetű, egy kalap alakú valamire kell gondolni, amit az ujjadra ráraktál, és úgy kellett pörgetni. Nem úgy, mint most, nem voltak benne csapágyak, és nem voltak benne ilyen súlyok sem. Ezt a spinnert egyébként Visegrádon, amikor mentünk bobozni, akkor a bejáratnál ott volt egy ilyen pazi nagy árus, és egy csomó féle fajta ilyen spinnert árult. Szóval igen, ott vettem ezeket. Most igazából nem kell semmi nagy dologra számítani, és akkor biztos, hogy nem fog bennünket csalódás érni. Itt van 3 darab súly, a közepén meg van egy csapágy, egy kicsi csapágy, amit nem tudom, hogy kiszedett már szét görkorcsaját, azoknak a kerekeibe találhatunk hasonlót. Szóval, mint mondtam, ennek a közepén van egy csapágy, és ide van fölfüggesztve, kisúlyozva ez a 3 ágú csillagszerű műanyag valami, ami készülhet nem csak műanyagból, hanem természetesen fémből is. És a drágább verziója ennek, mert ugye nyilván ebben is van olcsó verzió, és van drágább verzió, ebben acélcsapágy van, de a drágább verzióban előfordulhat, hogy kerámia csapágyat is raknak bele. Egyébként a kerámia csapágyjal rendelkező spinnerek azok
iszonyatosan sokáig tudnak pörögni, és hát a kerámiának köszönhetően soha nem fognak elkopni. Mondjuk erre is kell várni azért pár 10-20 évet, mire kikopik, szóval ettől nem kell félni. Az árai ezeknek a játékoknak az 1000 forinttól a több 10.000 forintig terjed. Attól függ, hogy milyen minőségű, milyen csapágy van benne, gondolom egy kerámia csapágy nem pár 1000 forintba kerül, hanem nyilván az a legdrágább. Kicsit hülyén fog hangzani, de igazából azt kell vele csinálni, hogy ugye megfogod itt a két ujjaddal, és megpörgeted. És egy ilyen fura érzést ad, ahogy így pörgeted, vagy forgatod így a kezedet, és akkor itt lehet így forgatni, meg egyensúlyozni így az ujjadon, és tulajdonképpen ennyi az egész. Ennek a spinnernek ez a lényege. Azért mondtam az elején, hogy ne számítsatok, ne bonyolítsátok túl, igazából ha nem várunk el tőle ettől többet, mint hogy így pörög, akkor nem ér bennünket csalódás. Amire még tudjuk használni ezeket a spinnereket a stressz levezetése mellett, az pedig a trükközés. Különböző trükköket lehet vele csinálni, hát én egyet sikerült elsajátítanom, mégpedig megmutatom, figyeljetek! Nyilván ez is, mint minden más használati tárgy vagy használati eszköz, balesetveszélyes is lehet. De csak akkor, hogyha nem rendeltetésszerűen használja az ember, arra szeretnék kérni mindenkit, hogy észre használja, és vigyázzatok a saját, illetve mások testi épségére is. Oké, akkor most következik a lényeg, az egész vlognak a lényege. Nem csak ezt az egy spinnert vettem, hanem ezen kívül még vettem még kettőt, és arra gondoltam, hogy nekem egy bőven elég. És ezt a két spinnert szeretném elajándékozni, méghozzá nektek. Ha szeretnétek megnyerni a spinnereknek valamelyikét, akkor nem kell más tennetek, mint megosztani ezt a vlogot, feliratkozni a csatornára, és bekommentelni a videó komment részéhez, hogy szeretnétek egy spinnert. Vagy mit tudom én, kommenteljetek valamit, hogy megosztottam akármit. Ugyanis ez azért fontos, mert a nyeremény sorsolása az úgy történik, hogy egy szoftver fogja ezeket a kommenteket random kiválasztani. Úgymond csak beállítom a videót, és akkor pörög, és ki fogja választani a nyerteseket. A nyertesek nevét körülbelül egy hét múlva egy következő vlogba fogom nektek elmondani, illetve bejelentem. Már nyitva, ez a hülye ajtó nem marad nyitva. Úgyhogy, ja, iratkozzatok fel, osszátok meg ezt a videót, és nyerjetek egy fidget spinnert ajándékba. Mit szóltak hozzá? Hajrá! Nos, hát éppen fényképeztem a könyvtárat, tudjátok ezt a napi fényképet, amiből majd lesz a legvégén egy gyorsított felvétel, és oda jött hozzám az egyik, hát nem is tudom, egy munkás, nevezzük egy munkásnak talán, és megkérdezte, hogy miért fényképezek, vagy hogy mit szeretnék egyáltalán, és akkor mondtam nekik, elmagyaráztam neki, hogy mit is csinálok tulajdonképpen, és megkérdeztem, hogy miért ezt nem szabad lefényképezni, ahogy épül, mondom az épület, vagy mondom, mi a gond, mi a probléma, és akkor erre annyit mondott, hogy sértem másoknak a személyiségi jogait. Most egy dolgot tisztázunk. Ha valaki oda jön hozzám, hogy sértem a személyiségi jogait, tehát a videó akkor is publikálásra kerül, tehát olyan nincs, hogy a videó nem megy egy ki, maximum annyit fogok csinálni, hogy le fogom takarni az embereknek az arcát. Tehát avval, hogy valaki oda jön hozzád, és azt kéri, hogy ne videózzál, mert valakinek a személyiségi jogait sérted, az még nem ok arra, hogy abba hagyd a videózást, vagy a fotózást. Maximum ki lesz pixelezve a feje, és akkor igazából az a lényeg, hogy a videón ne legyen senki felismerhető. Ja, csak ennyit szerettem volna mondani, most már úton vagyok haza. Igazából a délután a családé.